Sziasztok, vagy gyönyörű Bakonyból, egyenesen az Eplényi Álmoshegyről jelentkezünk, ahol Szilágyi Zoltánnal, a magyar jégemberrel beszélgetünk. Szia Zoli! Köszönjük szépen, hogy válaszolsz pár kérdésünkre. Kezdenéd le azzal, hogy mit kell róla tudni, hogyan alakult ki ez a jégember megnevezés. Sziasztok! Szia! Köszönöm a lehetőséget. 4 éve olvastam egy holland úriemberről, aki az Antarktiszon futott félmeztelenül, és úgy gondoltam, hogy ha egy külföldi, egy holland meg tudja csinálni a világon egyedülállóan, akkor egy magyar is meg tudja, és idézőjelben most már ott tartok, hogy szerintem bárki meg tudja, hogyha a megfelelő módon fölkészül. És elkezdtem rá edzeni, mindig is érdekelt a szélsőség, és mindig is jól ment, hideg és a nagyon meleg is, de a hideg lett nekem a fő profilom, és elkezdtem fokozatosan ezzel foglalkozni, és ugye most már 2 rekordot is tartok a hidegben, az egyik az egy világrekord is. Tehát, hogyha jól értem, akkor az az extrém sportot, amit te képviselsz, leginkább a dermesztőjéhez kapcsolódik, akkor mégis hogy kerültél ide, amikor az elmúlt napokban azért 30-40 fok körül alakult a hőmérséklet? Igen, én ugye melegben is ugyanúgy kell készülnöm, készülök ezekre a komoly sivatagi versenyre és expedíció rekordkísérletre, és akkor így jött a ötlet, hogy összekötöm a hegyi futásaimat, amit Pesten szoktam csinálni, 3-as határ legyen Mátrába, és akkor egy új helyszín legyen, ahol a meleg is, hideg is, extrém körülmény, és akkor rábögtem a térképen Eplényre, és nagyon pozitív fogadtatásom volt, és így el tudtam jönni, és nagyon nagy szeretettel fogadtak, és így most már tudok itt edzeni, készülni. Szuper, igen, valóban alkalmas ez a hely, a szellemi és az aktív kikapcsolódásra is. Ahogy említetted, akkor te csak magaslati edzéseket tartasz, vagy síkterepen is, esetleg Balatonnál voltál már, köt-e valamilyen szép emlék hozzá, akár csak edzésterén, vagy más szinten? Igen, hát a Dunántúl, de hát egész Magyarország a szívem csücske, de vannak ilyen kifejezett helyek azért, mint a Balaton, Velencei tó, Eplény, Mátra. Balatonnál úsztam már át a Balatont is, például így edzésképpen vagy kiegészítésként, ugye a leghosszabb távon azt az 5,2-t, aztán futottam már félmaratont is a Balatonnál, de a Velencei tavat szoktam így edzésképpen körbefutni. Igen. Mit kell tudni a közeljövőről? Mik a tervek, illetve készülsz-e új rekordra? Igen, készülök. Szerencsére több is előttem áll. Az egyik az egy koncentráció lesz majd, az még tervezés alatt van, hogy hol lesz. Szóba jött, hogy lehet, hogy itt lenne Eplényben, ez egy meditációs gyakorlat lenne, 1 órán keresztül mezitláb félmeztelenül a mínuszba mozdulatlanul állok, és akkor 40 perc körül még rám raknak majd vizes törölközőket. Ezt buddhista papok csinálták eddig meg egyedül a világon, remélem én leszek majd a következő. A futásban meg lenne majd Tromszőbe az északi sarktól még 400 kilométerre egy futás. A sarki fény alatt azt sem csinálták még meg félmeztelenül úgy, ahogy én szeretném. És ami a legfontosabb, majd a Mátrában lenne egy ultratáv, egy közel 50 km keresztül föl, Kékes, vissza, le, és egészen a Siroki várig. Mínusz 10 vagy az alatt félmeztelenül. Ezt meg szintén nem, hogy itthon, hanem hát a világon is egyedülálló lesz, remélem. Említetted ezt a koncentrációt, akkor ezek szerint ugyanolyan kemény edzés végzel az elmédben is, nap mint nap. Bizony, nagyon jól mondod, sőt a koncentráció és a mentális felkészülés az sokszor még több is, ennek az egésznek 60-70%-át is kimeríti, és sokszor még többet is kell vele foglalkozni. Mert a futást azt az ember belerakja, ahogy szoktuk mondani, a futókámat, azt a kilométerrel nyomjuk, azzal nem tudunk mit csinálni, azt bele kell tenni, de az elmével teljesen másként kell foglalkozni, és azért nagyon komoly munka. Szoktam éppen ezért merüléseket is csinálni, hogy 10 fokos, 9 fokos vízben 1 órán keresztül ülök mozdulatlanul. És a felkészüléseid, illetve a rekordfelállítás során kísérte téged egy komplett csapat, vagy egyedül dolgozol-e?
Igen, ehhez sajnos, vagy szerencsére azért kell egy csapat, és úgy biztonságos, hangsúlyozom, nagyon fontos a biztonság, és nagyon fontos, hogy mindig kontrollálva legyek. Ez segíti a párom, aki egyben mentőtiszt is, és így azért az egészségügyi részét ő felügyeli, meg összefogja a csapatunkat, aminek van egy szervező embere még rajta kívül, és még van egy kerékpáros kísérőm is, ugye amikor síkon vagy olyan hegyen futok, ahol tud velem jönni, és van még megint egy egészségügyi személy, aki autóval jön és akkor kísér. Melyik volt könnyebb, fölmenni vagy lejönni? Érdekes, azt hiszik, hogy a lefele a könnyebb, pedig az a nehezebb. Abszolút az a nehezebb. Sokkal hármas a tárgyán, és mikor szoktam edzeni a Mátrába is, vagy ugye itt ez itt még extrémebb, akkor annyira sokat kell csípőből tartani, meg vádli, meg az ízületek, hogy fölfele könnyebb. Uh-huh. Jó, forduljunk. Sohajtse. Mi? Jó, az teljesen jó. Gyere, csücsülj le, és akkor megmérik a vérnyomásodat. +120/80, teljesen jó. Holnap folytathatjuk. Hát ezzel kíváncsi lennék, hogy mekkora agyi tréning kell ez, mire gondolsz ilyenkor, hogy ez kibír? Esetleg volt olyan, hogy az orvosi csapatnak bele kellett avatkozni? Szerencsére még olyan nem volt, sem futás közben, sem a hidegvizes merülés alatt, de ilyenkor ugye föl szokott az emberekbe merülni, hogy arra gondolok, hogy a hidegre, meg pont az ellenkezőjét kell, a melegre nem fázom, jól érzem magam, meg tudom csinálni, csak a pozitív részét kell, és csak arra gondolunk folyamatosan. Ez egy sokszor nehezebb, jobban elfáradok utána, mint egy hidegben egy félmaraton vagy egy 30 kilométeres futással. Annyira koncentrált, annyira erős agymunka, mentális munka, és hát a szervezetemet is annyira leterheli, hogy sokszor fárasztóbb. És hogy szoktál, tehát hogy tudsz erre gyakorolni? Tehát valahogy elkezdted ilyen apró koncentrációs gyakorlatokkal, és utána az egész... Pontosan úgy, ahogy mondod, és ezt is szoktam mondani, hogyha valaki, sokan kérdezték már, hogy kipróbálnák, meg hogy kezdjenek neki. Mindig én is úgy kezdtem el, hogy lépésről lépésre, felügyelve, és mindig nagy-nagy kontrollal, és kis lépésekkel, mindig szinteket emelve, és meg lehet csinálni. Volt úgy, hogy egyből utána néztek rajtam, volt vérvétel, vizelet, ugye mindenféle egyéb más vizsgálat, és mindig kiderült, hogy teljesen egészséges, nincs gyulladási faktorom, nincsenek semmi gyulladásom. Működik, csak nagyon nagy kontrollal kell ezt csinálni, és apró lépésekkel higgadtan. Hát én mindenképpen azt mondjam, hogy akár egy ilyen tréninget is tervezhetnél így a közönségnek, mert biztos vagyok benne, hogy azért egy nagy réteget érdekelne. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés, és én is már ezen gondolkoztam. Van is ilyen terv, hogy vagy túrába, vagy pedig egy ilyen meditációs, koncentrációs gyakorlatokat lehetne a hidegbe csinálni, igen. Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes téged majd figyelemmel követni, akár a sportszerelmeseinek, illetve akár azoknak is, akik majd a mentális tréningeiden részt akarnak venni, illetve hát sok sikert az új rekordokhoz, illetve köszönöm szépen. Párodnak is kitartást, azért biztos nem lehet könnyű egy extrém sportolót azért végig kísérni, szóval nagyon szépen köszönjük, és tényleg csak sok sikert szeretnénk kívánni. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.